Kedves nézőink, köszöntöm a stúdióban a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Szentesi Intézményeinek igazgatóit, Pintér Etelkát a Zsoldos, Somosné Puskás Krisztinát a Boros és Kovács Attilát a Pollák szakiskola, szakképzőiskolák igazgatóit. Szóval nagy rendezvény van, és végre együtt. Első kérdésem az lenne, mielőtt a nagy rendezvényre rákérdeznénk, hogy így együtt még sosem volt módunk ülni. Ez a szakképzési centrumoknak a létrehozása, Szentes is, Csongrád is, a Hódmezővásárhelyihez tartozik. Ez jó dolog volt, hogyan éltétek, élik meg? Én azt gondolom, hogy jó. Mi eddig is együttműködtünk, tehát szerintem mi eddig is próbáltuk egymás munkáját segíteni, ugye a Pollák az tagintézmény volt. A Borossal is nagyon jó a kapcsolat, mivel mindegyik iskolának más a képzési kínálata, tehát én azt gondolom, hogy a segítés az eddig is benne volt egymás munkájába, és ezután is. Az, hogy most egy iskolához, egy centrumhoz tartozunk, hát most lehet, hogy még szorosabb lesz az együttműködés. Milyen sűrű ez az összetartás, vagy az egyeztetés, talán így mondanám is először is. Hát milyen gyakran kell találkozni a vásárhelyek, a centrumigazgatóval, igazgatóhelyettesével, vagy ők, az a szokás, hogy ők jönnek az intézményekbe, hogy zajlik ez a kapcsolat? Talán a kérdés első felére válaszolok. Az iskolák egymás között napi szinten tartanak kapcsolatot, tehát én szerintem nem is mondhatom azt, hogy heti jelleggel találkozunk, vagy beszélünk egymással, minden feladatot egyeztetünk, és Etelkához csatlakozva tényleg nagyon jól együtt tudunk működni. És a szakképzési centrummal való kapcsolattartás az is folyamatos, akár személyesen, akár e-mailen, akár telefonon. Nagyon jó és pozitív változásként érzékelem és értékelem, hogy kevesebb iskola tartozik egy szakképzési centrumhoz, ezért több idő van egy-egy iskolára, jobban tudnak a problémáinkkal, feladatainkkal foglalkozni. Melyek azokat, és kérdezem Attilát, hogy melyek azok a dolgok, amelyek az elmúlt évben előfordultak? Tehát inkább ilyen karbantartási, fenntartói feladatok, vagy már a szakmák felé, a tananyag felé is lehet kitekinteni? Hát volt egy elég nehéz két évünk a korábbi fenntartónknál, ugyanis hát a korábbi fenntartónál nagyon sok intézmény volt, egy mamut szervezetnek a tagjai voltunk, és ott igazániban nem volt ez az odafigyelés, nem tapasztaltuk azt, hogy átlánták volna a napi problémáinkat, így nem sok segítséget sikerült kapnunk. Illetve meg kell, hogy mondjam, hogy a mostani felállásban az odafigyelés mellett ott van egy olyan anyagi segítség is, amivel a napi problémáinkat le tudjuk küzdeni. Tehát szó szerint arról van szó, hogy most már mi vagy szakképzési centrum vagyunk, átlátja a főigazgatóasszony és egyáltalán a vezetés, hogy itt a szakképzéshez gyakorlati anyagokra van szükség, ahhoz, hogy mi jó szakembereket képezzünk, ugye oda kell tenni bizonyos mennyiségű gyakorlati anyagot, most már ez megvan. Az iskolában beindultak a karbantartások, a felújítások, és a legfontosabb, a mindennapi munkánkhoz szükséges szakmai anyag az mindig rendelkezés. Tehát néha már sok is, de inkább több legyen, mint kevesebb. Hát gazdára találtak a szakiskolák, és hát akkor vágjunk is bele abba április 15-én következő programba, amelyért most itt ülünk, és majd annak kapcsán aztán persze egyből fogunk szakmákról, tanulmányokról beszélni. Április 15-én különleges dolog, olyat már hallottunk, hogy múzeumok éjszakája. Ez most mi lesz? Én azt gondolom, hogy talán ennek a mintájára lesz a szakmák éjszakája. Ez egy országos rendezvény lesz, ami április 15-én délután 6-tól, és akkor az éjszakában nyúlik, este 10 óráig tart. Minden szakképző intézmény egy kicsit másképpen, egy kicsit bulisabb hangulatban fogja bemutatni a képzési kínálatát, amire várjuk a minden szakképzőiskola egyébként várja az esetleges 7-es, 8-os diákokat, akik majd ugye 8-dik után fognak oda jönni hozzánk. Ezen kívül azok, akik felnőttként, mert ugye a második szakma ingyenes, esti tagozaton is ugye indítottuk már szeptemberben képzési kínálatainkat. Tehát igazából majdnem az egész családnak kínálunk majd programokat, mindegyik iskola az összes képzési kínálatával meg fog jelenni.
hogy képzeljük el ezt a éjszakát el? Tehát ez a szakképzési, mi is a pontos neve még egyszer? Szakmák éjszakáját. Szakmák éjszakáját, hogyan képzeljük el? Hiszen vannak műhelyek, vagy például a boros esetében mit tud mutatni? Megyünk a kórházba, vagy valami céghez? Az iskolába fogunk, iskola lesz a helyszíne ennek a rendezvénynek, de mind a három, mind a négy szakmacsoport bemutatkozik, és ez a bemutatkozás, ez egy interaktív, tehát az érdeklődők be is tudnak kapcsolódni, csinálni tudják ezeket a programokat, ami azt jelenti, hogy például az egészségügy szakmacsoport az ételeink tartalmát, kémiai, fizikai, táplálkozás. Így van, táplálkozástudomány, azok tartalmát mérik, hogy milyenek az egészséges ételek, lehet készíteni egészséges ételeket, ember gondozását bemutatják a csecsemőkortól egészen az időskorig. A gazdasági szakmacsoport a pénznek a hamisításáról fog előadást tartani. Megnézzük, hogy mi a pénznek. Így van. Mi a pénznek, melyik az a pénz, ahol... Én másolók vannak, hogy egy kicsit nem... Mi arra hívjuk fel a figyelmet, hogy hogyan lehet kiszűrni a hamis pénzeket. Például üzleti protokollról fogunk előadást tartani. Ügyvitel szakmacsoport gyors talpaló tanfolyamon, gyorsírás, gépírás tanít. Tehát nagyon-nagyon sokféle programmal várjuk az érdeklődőket, és például szerepet és helyet kapott az egészséges életmód és a mozgás is, tehát mi még ezt is beletettük a program kínálatunkba. A Pollákban rendszeresen vannak ezek a nyílt napok, nyitott napok, ahol tényleg a gyerekek odaülhetnek a számítógép mellé, de talán még bejjebb mehetnek, mert amikor a robotokkal foglalkoztatok kiemelten, ha már lehet, hogy most is, ugye azzal is lehet játszani annak is a mélyre, vagy lehet tekinteni, ha nem is a mélyére, de mindenféleképpen a robotok működését lehet ismerni, mivel készültök ti. Mitől másabb ez, mint eddig a nyílt nap? Mindenféleképp másabb, hiszen itt, mint ahogy elhangzott, szeretnénk egy olyan interaktivitást belevinni ebbe az estébe, és szórakoztatni szinte a közönségünket. Itt nem arról van szó, hogy most milyen szakmákat oktatunk, hanem megpróbáljuk megmutatni kicsit másik oldalról a magát a szakképzés, hogy milyen érdekes a szakma tanulás, de nem közvetlenül. Tehát olyan előadások vannak nálunk is, hogy terminátorok unokája, ez pont a robotokhoz hagy kapcsolódjak, hogy egy volt pollákosunk jön, és majd ilyen robot bemutatót fog tartani. Természetesen leütetjük mi például a gyerekeket a számítógép elé, Scratch programmal, ott animációkat tudnak készíteni. Az elektronikai műhelyekben természetesen interaktív foglalkozások lesznek, kézbe vehetik a forrasztópákát a gyerekek, meg szerkeszthetik a saját USB-tódó kábelüket. Érdekes fizikai kísérletek lesznek, ugye a Faraday karitkához hasonló villámokat fog megszelídíteni, és természetesen az is egy érdekes dolog lesz, amikor elkészíthetik a legdögösebb dögcédulát, a gyerekek a saját dögcédulákat fogják majd elkészíteni a CAD/CAM laborban. Lesz UFO-vadászat például mikrohullámú sütő helyett, hogy mikrohullámmal kell lelőni az UFO-t, ami a tetőn van. És ha már a tetőn tartunk, ugye legyen bulis hangulat, egy érdekes tetőkoncert lesz a Polláknál, például a labor tetején, az egyenes tetőn egy zenekar, úgynevezett Mop-Mop szakma band fog majd egész estés koncertet adni, tehát amellett, hogy be lehet menni a műhelyekbe és kipróbálni a szakma etét, az kint az udvaron egy kis élőzenés koncert lesz egészen 10 óráig. Ez már igazán. No, a Zsoldos viszont egy kicsit, hogy így mondjam, olyan értelemben nehezebb helyzetben van, hogy a szakma már nagyon széles tárházát tanítja az iskola. Hogyan lehet mindent bemutatni, értem én a fodrász, de például egy bolti eladó. Igen, mindegyik szakma képviselteti magát, összesen 10 szakmában nyújtunk mi is egy kicsit mást. Mondjuk a bolti eladók és a kereskedők például ablakdíszeket, ajtódíszeket, csomagolási technikákat mutatnak be, ezen kívül élő kereskedők, víz, játékot készítettek a kollégák, amiben szintén interaktívan be lehet kapcsolódni. A szépészet is új dologgal rukkolt, például a Naturszépség titkai, hogyan lehet olcsón, könnyedén otthon elkészíteni egy frizurát, sminkelni, és még támogatónk is akadt, ugye Dancsó Erika, aki a mi iskolánkra alapított nem olyan régen egy díjat, az ő fodrász szalonjában is lesz bemutató, ami egy úgynevezett látványshow lesz, úgyhogy a Dancsó Erika szalon akkor bezár, és csak miértünk fog majd
kinyitni, és oda is várja a látogatókat. Ezen kívül a festő mázoló szakmában 3D képet lehet készíteni, ezen kívül van egy színtervező program, ahol aki beül a saját szobájába megtervezheti, hogy milyen színt akar, és az hogy fog kinézni. Ezen kívül a női szabók egyszerű és gyors kis ajándékokat, mobiltartót, zsebkendőtartót fognak készíteni. A villanyszerelők például Fény az éjszakában címmel, ugye szeretnék felvillanyozni az érdeklődést a villanyszerelő szakma iránt, ledes világítást készítenek. Ezek, amiket úgy leginkább kiemelnék. A másik ugye külső segítőink is vannak, mivel ugye nálunk van a katonai és a rendészeti osztály, úgyhogy a második Rákóczi Ferenc műszaki ezredből is jönnek ki, ott önvédelmi bemutatót, önvédelmi technikákat fognak tartani. A rendőrség és a katasztrófa védelem együtt, ugye rendőrautó kijön, de most a tűzoltó autó munkaközben, rendőrkutyát láthatnak munkaközben, új lenyomatot vehetnek például, tehát a saját új lenyomatukat el tudják készíteni, akkor nyomoz az elkövetőt, hogy nyomoznak, a bűnügyi technikus munkájába is bele lehet látni. Tehát egy kicsit másképpen, tehát ezeknek a szakmáknak a olyan oldala, amit ugye eddig nem igazán láttak az érdeklődők. Nagyszerű dolog, de ugye én mondjuk hetedikes lennék, akkor gondolkoznék XZY szakmát, talán még hármon is gondolkoznék, és akarnék változni. Nem tudok egyszerre mind a hármon ott lenni. Igen. Hogy oldjuk ezt föl, vagy hogy oldódik ez meg? Ez úgy oldódik meg, hogy nálunk például vannak olyan bemutatók, amik fél óránként ismétlődnek, van, ami viszont állandóan, mert például a kőművesek falat építenek, azt ugye vissza kell bontani, és arra idő kell, tehát van, ami majd a honlapunkon ezt kiveszti, vagy melyik szakma melyik fél órába lesz. Tehát van, ami állandóan megy, és van, ami viszont fél óránként ismétlődik. Na most ahhoz, hogy táplálkozásra térve, ahhoz, hogy fél óránként lehessen kóstolót készíteni, mert azért úgy az igazi, hogyha meg is kóstolod, ehhez pénz kell. Honnan van erre pénz? Mert ugye ez tényleg ledvilágítást szereljünk, tényleg zenekar lépjen föl, tégla, malter, mész, nem tudom, ami tága fantáziája az embernek, de honnan van ehhez pénz? A szakképzési centrumok biztosították ennek a költségvetését, tehát így van, van pénz. Pályázni kellett? Minden egyes pénzköltés az tulajdonképpen egy árajánlat alapján történik igénybejelentővel, tehát ezeket benyújtottuk a szakképzési centrumoknak, akik engedélyezik és biztosítják ennek a költségvetési vonzatát. Tehát ezeket a programokat le tudjuk bonyolítani. Még annyit szeretnék hozzátenni az előző kérdéshez, hogy oldja meg egy érdeklődő, hogy mindegyik iskolába benézzen, sőt ezt is szeretnénk kérni az érdeklődőktől, hogy ne csak egy-két programot, hanem az összes többit nézzék meg. A mi intézményünkben 10 féle program, de 24 alkalommal lesz ismételve. Tehát már a honlapon megtalálható a pontos időbeosztás. Tehát van olyan program, amit jellemzően fél órás programok, és ez az est folyamán 4-szer kerül ismétlésre. Tehát bármikor be lehet kapcsolódni. Csak meg kell tervezni akkor. Meg kell tervezni a napot. Aztán a végén mindenki az éjszakai tetőkoncerttel találkozik, ugye? Mert azért az végig csak ez egy nagy buli. 15-e az péntek? Igen. Hát akkor diszkó előtt egy nagy élőzene. Elbírja a tető a sok érdeklődőt, vagy nézik lentről az udvar? Lentről, tehát csak a zenekar lesz a tetőn. Az ötletetőn sok zenekart készített már ilyen videóklipet, hogy felhőkarcú tetején játszanak. Hát itt minket nem fog venni majd a Szentes TV a helikopterről valószínűleg, de már megnéztük. Hozzá engedélyt, akkor azért föl tudunk repülni. Jó, az semmi gond, nagyon szívesen látunk benneteket föntről. Már hogy drónnal. Igen. Ja, igen, meg lehet visoldani. Ez egy ilyen különlegesség. Tehát úgy érzem, hogy ez csak egy ilyen kísérő program, ugye nálunk is 12 féle program közül lehet választani. Ez csak egy olyan csalogató lesz szerintem, mert szerintem távolban is lehet majd hallani, hogy ott zenekar zenél. Akkor egy kicsit menjünk a mélyére a dolgoknak. Én készülve erre a beszélgetésre, mert múlt hétvégén már tudtam, hogy na, most akkor találkozunk hétfőn, és hétfőn láthatják is a nézők ezt, és van másfél hét eltervezni, megnézni az iskolák honlapjait. De én meg az elmúlt 3 hét egyik a legnépszerűbb hirdetési újságát, na mondom, átlapozom, mi újság van a szakmákkal, mert hogy szakmákra hívunk embereket, az világos.
de tényleg teli van, hogy lakatost keres, hogy heggesztőt keres, hogy könyvest keres, hogy biztonsági őt keres, ugye ha a honvédelmi vagy rendőrségi szakmát nézem, akkor az biztos, hogy oda passzol, és ott is el tud indulni. Nagyon sok álláskeresést látok benne, és komolyak a helyek, akik ezt hirdetik. És nézem, 3 héttel ezelőtt is, 2 héttel ezelőtt is, 1 héttel ezelőtt is, tehát hiány van. Hogyan lehet ezt, hogy így mondjam, változtatni a szakképzést? Mi kell ahhoz? Vagy ezek a hiány szakmák vannak egyébként képzési programban? Igen, képezzük a szakembereket, főleg a hiány szakmákra, azért mégiscsak van egyfajta kontroll, egy olyan profiltisztítás is meg fog történni a következő években, ami ugye arra irányul, hogy tényleg azokat a szakembereket képezzük a következő években, akikre szükség van a munkaerőpiacon. De most is nagyon jól tudjuk, hát mindannyian tapasztaljuk, hogy a nálunk végzett tanulók azért igencsak el tudnak helyezkedni. Tehát ebből nincs gond. Abból van gond valóban, hogy az országban óriási szakember hiány van. Ez a szakmák éjszakája is megpróbálja arra rávilágítani, hogy a közvetett célja az egész estének az, hogy a gyerekek figyelmét egy kicsit abba az irányba terelje, hogy igen, megéri szakmát tanulni, megéri a szakképzésben tovább tanulni, és egy szakmát, biztos szakmát szerezni, mert biztosítható a... Én azt gondolom, hogy a szakmák iránt a motivációt talán azt tudja megadni, hogy ugye lehet ezt hallani, minden családban szinte lehet hallani, hogy ki ment ki külföldre, ki ment Angliában, Németországban, Ausztriában, vagy ahová, és ugye alapszakmákban dolgoznak. Alapszakmákban és magas fizetésért motiválnia kell akkor a mai 7-es, 8. osztályosokat az, hogy tanuljanak, ne is beszéljünk az egészségügyről, mert az meg aztán kielégíthetetlen ugye az a igény, ami ott van, akár belföldön, akár külföldön. Mennyire EU-konformok, hogy így mondjam, maguk a képzések, tehát az, ha valaki kőműves lesz, vagy villanyszerelő, vagy egészségügyi ápoló, akkor mennyire lehet ezzel nem csak Magyarországon, hanem bárhol Európában elhelyezkedni. Teljes egészében minden egyes OK bizonyítvány, az összes szakközépiskola OK bizonyítványt ad a tanulóknak a kezébe, Európassz bizonyítvány kiegészítővel kérhető idegen nyelven, a választott idegen nyelven. Tehát ezeket a szakmai bizonyítványokat az EU elismeri. No most akkor jön a másik, ha már itt tartunk. Akkor is, ha itthon dolgozik az ember, mert esetleg egy külföldi cégnek lesz az alkalmazottja, de legyen ez magyar cég, akkor is kell már utána nézni szakmai anyagoknak, vagy érdekességeknek, haladni kell a szakmával. Az meg sok esetben csak magyarul nem megy. Hogy állunk a nyelvi képzéssel, mennyire követelmény? Tehát az, aki megy ma, nehogy azt higgye egy régi előítélet alapján, hogy na elmegyek szakmunkás tanulónak, és akkor ez valahol, ugye, mert van egy ilyen előítélet még mindig. Nyelvismeret viszont nagyon fontos, ezt hogyan képezzük, illetve mennyire lehet választani, és milyen nyelveket lehet választani. Nálunk is van nyelvi képzés, angolul, illetve németül, és igenis, én elmondom a tanulóknak is, meg elmondjuk nekik, hogy nem csak a szakmát kell tudni, hanem idegen nyelven is kell tudni ahhoz, hogy még külföldre se kell kimenni, mert már vannak itt külföldi befektetők, és ők elvárják azt tőlünk, voltak már tanulók a kecskeméti Mercedes gyárba, és németül kellett nekik a szakmáról beszélni. És ugye érettségizett tanulók is jönnek, például a Pollákba végeznek, nem mennek felsőoktatásba, és jönnek hozzánk villanyszerelő képzésre. Ugye nálunk a 10 szakmából 7 hiány szakma. Tehát a munkaerőpiac igényeit követjük, tehát én azt gondolom, hogy az, aki megtanulja becsülettel a szakmának az alapjait nálunk, és az idegen nyelv, még hozzátenném az informatikát is, mert már majdnem minden, tehát most már a szakmunkást nem úgy kell elképzelni, hogy füstös meg koszos, hanem nagyon sok helyen számítógéppel vezérelt munkát kell végezni, tehát a szakmában is többet kell nyújtani, mint egy 20 évvel ezelőtt, és ezt el kell a gyerekeknek fogadni, illetve a szülőknek is valahogy egy másféle szemléletet, hogy nem az a lealacsonyító, mert még most is valahogy azt látom, hogy én tapasztalatom szerint, hogy még most is azt hiszik, hogy a szakmában annak kell oda jönni, aki a legrosszabb tanuló, holott nem így van.
Mert keresik az érettségizett munkavállalókat, akik szakmával rendelkeznek. Na most nyilván minden ötlet, ugye érettségi az van mind a három iskolában, tehát valaki tovább folytathatja, hogyha úgy érzi, hogy beleerősödött. De nagyon fontos, hogy ők maguk mennyire büszkék a szakmájukra, meg az iskolájukra. Tehát az, hogy egy iskola elfogadottsága, hogy így mondjam, a gyerekek, diákok közötti hírneve emelkedjék, az pontosan azon múlik, aki ott tanul, hogy ő legyen arra büszke. Nem a gimnazistának kell azt mondani, hogy bezzeg a zsoldososok. A zsoldososnak kell önmagáról tudnia, hogy ő egy valaki. Ez hogy állom? Szerintem ez mindent jelen van. Ez. Tehát én a pollákosokon azért érzékelem, hogy az ünnepségeken és meg bármilyen alkalommal, most a pollák napon a megemlékezés, én magam is mondtam nekik, hogy legyenek büszkék arra, hogy Pollák Antal, mint névadóról emlékeztük meg, hogy ebből iskolába járnak, akinek a név, amelynek a névadója feltaláló, és ugye a Pollák Virágféle távíróról beszélgettünk. Én úgy érzem, hogy azért a gyerekek tudják ezt hova tenni. Büszkék, és szeretnek is ezekbe az iskolákba járni. És most majd valószínűleg egy néhány évnek el kell telni ahhoz, hogy a szülők is és a tanulók is majd ráébredjenek arra, hogy milyen jó lehetőség most például a mi esetünkben a szakma mellett egy szakgimnáziumi képzésben részt venni. Mert valóban már nem lehet elképzelni jó szakmunkás érettségbizonyítvány nélkül, de az új szakgimnáziumi képzésben, az ágazati képzésben, amit mi kínálunk a tanulóknak, az egy érettségbizonyítvány, a gimnázium érettségvel egyenértékű érettségbizonyítvány, plusz egy szakma. Hiszen a szakgimnázium vége, a 4 év lezárása után egy érettségbizonyítvány, egy szakmával tudnak akár a munkaerőpiacon elhelyezkedni, és mindössze 1 év az előbb említett OK-i és bizonyítvány megszerzése. 5 év alatt egy érettségbizonyítvány és 2 szakma, ebből egyik technikus végzettség, az óriási lehetőség. Hát ez az tényleg sokan, ajaj, egészen más világról beszélünk már ezen a szinten. Régen ugye elterjedt volt, hogy fiam, mondja a szülő a gyerekének, fiam, egy szakmát mindenféleképpen meg kell tanulni. Annélkül nem lehet, lehet menni gimnáziumba, meg mindenhova, de egy szakmát azt meg kell tanulni. Akkor lehet együtt, mondjuk azt egy kőművesnek, mit mondjunk? Annak is először akkor most eldönti, hogy vagy először szakmát tanul, mert 2 lehetőség van. Tehát vagy az, amiről az Attila az előbb beszélt, hogy érettségizik, és utána a szakma irányába tovább megy, és akkor utána 1 év alatt tesz szakmát, és utána még ott van egy lehetőség, mert a második szakma is ingyenes. Tehát mondjuk egy kőművesről beszélünk, akkor egy másik építőipari szakmát esetleg választ, mondjuk festő, az mellé nagyon jól passzol, vagy teljesen mást, és akkor 2 szakmával a zsebébe távozik az iskolából. Most pedig a legnehezebb kérdés következik, illetve a legkomolyabb helyzet, amiről beszélnünk kell. Hányszor és hányszor hallottuk az elmúlt években, hogy az iskola nem készít fel nem csak az életre, hanem a szakmára. Tehát ahhoz, hogy elvégez valaki valamilyen szakmát, kimegy a munkaerő, nem tudjuk használni. Miért van ez? Hogy kialakul ez, hogy az iskola nem tanít, meg majd a munkahelyen kell megtanulni, illetve hát van ennek egy másik verzió, a duális képzés. Tehát mennyire lehet kijárni munkahelyekre, vagy a munkahelyek mennyire járnak be az iskolába. Tényleg mennyire érzi azt meg egy tanuló 15-16 évesen, hogy de milyen is az a munkavilága, ahol nem mondják már rám, hogy nem. Tehát mennyire van a munkahelyek, illetve a gyakorlati képzés, illetve ez az úgynevezett iskolában és munkahelyen tanulás. Ez megvalósul most már az összefüggő nyári gyakorlatot. Ez új dolog nálunk a volt szakközépiskolákban. Ugye ez természetesen, ugye Etelkáknál ez ugye az évtizedes hagyománya van, hogy a tanulók gyakorlaton is részt vesznek. Nálunk csak, hogy a munkahelyen. Most, igen, munkahelyen. Most történik az, hogy a mi esetünkben például az összefüggő nyári gyakorlatot kint cégeknél valósítják meg a gyerekek, tehát a 2-3 hetes, 4 hetes időszakban végig reggel 8-tól vagy 7-től ott a munkahelyen dolgoznak és állnak helyt, és most tanulóinknak is 60-70% már most megtalálta azt a helyet, ahol majd a
nyári gyakorlatát teljesítheti, és azért is jó ez, mert valóban belekóstolnak a munkavilágába, tényleg ott kell dolgozniuk a többi szakmabelivel, újabb szakmai fogásokat tudnak elsajátítani, amit talán az iskolában nem annyira, és ki tudnak építeni egy olyan kapcsolatot, amivel talán az elhelyezkedésük is könnyebb lesz, mert hogyha egy ilyen tanulót megismerik a munkaadók, és egyik évben, a másik évben, a következő évben is visszamegy oda, ott teljes gyakorlatát, megismeri a környezetet, lehet, hogy már egy kész állásajánlattal állnak elé. A legizgalmasabb kérdés. Nyilván könyvelői gyakorlat az lehet, hogy így mondjam, fiktív módon is gyakorolni, hiszen hát egy adott helyzetet be kell állítani egy könyvelésbe, az nem úgy van, hogy majd könyvel valaki arra abba a szoftverbe. De egy ápolónőnél, ha kimegy a kórházba, vagy nem tudom, kimennek a diák a kórházba, kimegy. Ott tényleg azt van, aki tanítja nekik, nem csak, mit tudom, ácsorogni kell, vagy takarítani? Nagyon jó együttműködési kapcsolatot alakítottunk ki a dr. Bugyi István kórházzal. A gyerekek szigorú tanrendszerint vannak különböző osztályokba beosztva, és az is meg van határozva, hogy nekik milyen tevékenységeket kell elsajátítani. Tehát a kórházban felügyelnek rájuk szakoktatók, el kell sajátítaniuk ezeket a tevékenységeket, és ennek egy nagyon-nagyon fontos része, hogy például amikor átveszik az OKI bizonyítványt, és a vizsgának egy része természetesen kórházban van gyakorlati helyen, akkor már a gyerekek mindegyike állásajánlattal a zsebében vesz részt magán a vizsgán. Azt hiszem. Na most még egy dolog, és akkor egy kicsit ilyen népszerű, meg olyan hangzatos talán, ez a mindenütt van médiaképzés, illetve a Pollákban van, a Zsoldosban van médiaképzés, a Borosban nincs. Akkor, amikor, és a gimnáziumban is van. Itt volt három héttel ezelőtt egy médiát tanuló csoport a Zsoldosból, és akkor itt ülünk ezeken a helyeken, és akkor mondom, de hát be lehet jönni nyugodtan, akinek kedve van hozzá, átbeszéljük, és egy kis programot, egy kis filmet, vagy ki lehet próbálni, bekapcsoljuk itt a bemondás és egyéb dolgokat. Szóval ezeket a dolgokat, én nem tudom, mi nyitottak vagyunk, hozzánk nem érkeznek el. Tehát vannak olyan szakmák, amelyek mondjuk nem Le Grand, nem az édász, és nem a kórház. Igen, vannak nálunk olyan gyerekek, akik kis egyéni vállalkozásokban vannak. Például fodrászok, azok csak fodrászhoz mehet gyakorlatra. Tehát azok a kapcsolatok már nálunk kiépültek, most hozzájött a szakközépiskolai nyári gyakorlat. Hát például a katonákat a laktanyába is kiviszik, a rendészeti osztályt viszi a rendőrség jó részt, tehát ők is abban a munkába vesztek részt, amit szigorú rendszerint, tehát meg vagy mit kell nekik csinálni. Mert azt akartam mondani, hogy szívesen látjuk a Diák Stúdió alapítóit majd itt, hogyha egyszer ide érkeznek a gyerekek. Pollákosak azok természetesen az a nyári gyakorlat, és meg egyébként is filmet készítenek iskolai ünnepségre itt, szóval nem is akármilyet, de láthatták is a nézők egyébként március 15-én, de nagyon szívesen látunk mindenkit, és tényleg legyen úgy, hogy ezeken a helyeken a gyakorlati képzést tartók valóban megfizethetőek legyenek, ez még hátra van a rendszerben, de ennek meg nem ez a ideje vagy a helye, hogy erről beszéljünk, hanem térjünk vissza befejezésként. Még egyszer, április 15. Hánykor? 6-tól 18 órától este 22 óráig. 22 óráig, és lesz, ami négyszer ismétlődő program. Enni lehet, kipróbálni sok mindent, kutya, nyomozás, ami csak létezik, falrakás és egyebek, meg robot, és a vége a tetőn. A tetőn pedig folyamatos koncert. Igen, jól van. Hát nagyon szépen köszönöm, szeretnénk ott lenni, ha bármiben tudunk a népszerűsítésben, akár minden nap beszélgethetünk, aki csak meg akar ebben nyilatkozni, azért, mert nincs annál fontosabb, hogy megtalálják a gyerekek a számításukat, meg a céljukat és az egzisztenciájukat a családdal együtt. Úgyhogy köszönöm, jó, sok sikert kívánok ezzel. Köszönöm szépen.